Azok a diákok, akik 60% felett tudnak teljesíteni a megmérettetésen, kiváló szakmai érdemjeggyel hátradőlve figyelhetik társaikat, akik előtt még vizsgál. Szakma kiváló tanulója verseny zajlott le nem olyan régen. Ez hosszú évek óta azt gondolom, hogy egyébként a szakképzésnek egy nagyon nívós versenye, és mi is, mint szakképzőiskola, nyilván igyekszünk a tanulóinkat ezen a versenyen indítani. Ez szakmánként történik, ugye ez a verseny. Ebben az évben 6 szakmában indítottuk a diákjainkat az első fordulóba. Összesen 15 diák jelentkezett, illetve az eredményeik alapján ezt a 15 diákot jelöltük arra, hogy részt vegyenek ezen a versenyen, és a résztvevők közül 7 tanuló ért el olyan eredményt, hogy az írásbeli, azaz interaktív vizsga alól ők felmentést kapnak. Az intézménynek vannak még jó eredményt elért tanulói, gépészet, turizmus vendéglátás, valamint a kereskedelem ágazatban is. Kun János jelenleg 11 tanulóval foglalkozik, akik mind 10 és 11-esek. A Dávid ugye most végzős 11-es, és az SKTV versenyen, hát az írásbeli nagy mondtette, és ő kimagasló eredményt érte, az a 80-valány emberből a harmadik legjobb pontja lett, ezzel bejutott az országos előválogatóra, amin ugye gyakorlati feladat volt. Ez Esztergomban a Kéz a Fejedelem szakképző iskolában került lebonyolításra, ott 8-an versenyeztek. Hát azt nem tudjuk, hogy hányadik lett a Dávid, sajnos nem jutott be a legjobb háromba. A szerkezet lakatos szakmának van több fajtája, mely nehéz vagy könnyű rendszerekkel foglalkozik. Az idejáró növendékek mindegyik fajtával találkozhatnak, hiszen igen vegyes a paletta az elvégzendő feladatok terén. Ott a fúrás, vágás pontosan, ott nekünk egy anyagról kellett lemérni a méreteket, kellett csinálnunk egy mérési jegyzőkönyvet, arra egy szabadkézi rajzot, a szakra ez szabályok megtartva. És az alapján kellett dolgoznunk, és ugye az is beletartozott a pontozásba. A gyakorlati vizsga átölelt mindent, amit az évek során elsajátítottak a fiatalok a lakatos szakmában. Körülbelül 86-an vettünk részt itt az országban, ha jól tudom. Tolna megyéből csak sajnos ketten, én és az egyik csoporttársam. Nekem 84 pontom lett, azzal a negyedik helyezést értem el. A csoporttársamnak meg csak meg lett a 60%, neki meg az írásbeli vizsgát nem kellett elérnie. Szabadkai Dávid szereti a szakmáját, mert nagyon kreatív, és ebben képzeli el a jövőjét.